redoxi reakciót mutatunk be. Az asztalon található eszközeink, egy vasszög, fém, vegyszeres kanál, csipesz, üvegbolt, kis műanyag, mérőhenger, részgálic, részszulfát, ékszínkék, gyönyörű színe van, termetezőszernek használják, és vesztvizes palack. A kísérlet a következőképpen történik. Készítek egy kanálnyi részszulfátból, egy oldatot, részszulfát oldatot, megvárom, amíg feloldódik a részszulfát benne. Jó, és ezután a vasszeget bele fogom helyezni a részszulfát oldatba. Látjuk, hogy a vas szürk és metálos színű. Belehelyezem a részszulfát oldatban, és pár percet várom. A következő reakció játszódik le. Részszulfát oldatban, a vasat teszünk. A réz redukálódik, és a vas oxidálódik. Az, hogy ez redoxi folyamat, úgy igazoljuk, megnézzük az oxidációs számokat, az oxigénnek mínusz 2, 4 van belőle, tehát mínusz 8, a réznek itt plusz 2, és akkor a kémnek ebben a vegyületben plusz 6 az oxidációs száma, ide is fölírjuk, megvan a nulla, ugye semlegesnek kellett lennie, elemek oxidációs száma semleges állapotban nulla, a rézé is nulla itt. Újra megnézzük az oxidációs számot, tehát a mínusz, az oxigéné mínusz 2, 4 van belőle mínusz 8, nullának kell lennie, a vasnak plusz 2 lett, plusz 2, és így kémnek maradt plusz 6. Jó, és megnézzük, hogy milyen változás ment végbe, azokat a folyamatokat nevezzük redoxi folyamatoknak, ahol az elemek oxidációs száma változott. Látjuk, hogy a réz oxidációs száma plusz 2-ről nullára csökkent, tehát a réz plusz 2-ről nullára csökkent, de az oxidációs száma tehát redukálódott. Ez a redukció. Ő az oxidációs szer. A vas valami redukálódott, akkor valami oxidálódott. Látjuk, hogy a vas nulláról plusz 2-re változtatta az oxidációs számát, tehát növekedett az oxidációs szám, így ez oxidáció, és ő a redukáló szer. Redukció az elektron felvétel, felvett két elektront a rézium. A vas oxidálódott, tehát leadott két elektront. Látjuk, hogy a töltések megegyeznek, a felvett leadott töltések megegyeznek, vagyis egy-egy nulladányban vesz részt a réz és a vas. Ez egy redoxi reakció. Azt kell tapasztalnunk a kísérletben, mindjárt ellenőrizzük, hogy a szürke vas bement az oldatba, és a réz vált ki a helyére. A réz vöröses színű, és be fogja vonni a vasszeget a vöröses réz. Csipesszel.
Jó, lehet felítatjuk, hogy kivesszük a szöget, és a köpennyelőt látjuk, hogy gyönyörű, vöröses színű lett, ami mutatja, hogy a redoxi reakció szépen végbe ment.